sportriporterként voltál az, aki egy legalább 2000 éves latin bölcsességet, közmondást meghaladtál és megcáfoltál, ez pedig a verba volant, tehát a szó elszáll. Mert a szó nem száll el, a te szavaid nem szálltak el, és ezeket a szavakat nem csak e célra gyártott hangrögzítők őrzik, hanem bennem is megvannak ezek a szavak. Nem tudom, hogy a klasszikus műveltséged okán, vagy csak úgy spontán, de mint hogyha mindig őrizted volna a drámai hármas egység szavát, olyan voltak ezek a közvetítések, amikbe belefértek olyan poénok is, és ezt tudom, hogy nem szeretett túlzottan, de a közönség hét-hét gőnyedben nem is nevetett, hanem röhögött rajta, hogy ha már Váradi, akkor hogy a Vasas csapatában kakas, farkas és nyúl, és hogy teljes legyen az államsereg, de itt van Mackó játékvezető is. Ugye itt láthattuk, illetve hallhattuk jobban mondva, hogy rengeteg szállóige, mondhatni poén kötődik a nevéhez. Önnek van olyan kedvenc, amire igazán büszke? Egy. Én már nem tudom, hogy jött ez, mert ezekre én nem készültem előre. Tehát ezek mindig spontán jöttek. De azt hiszem éppen egy Ferencváros mérkőzés volt, és elképesztően langyos iram volt. És különösen most már szándékosan nem akarom a játékost megnevezni, egy játékos tüntetően keveset futott, és erre mondtam, ha történetesen az autókereskedésből kölcsönöznék egy jelzőt, akkor azt mondanám, hogy bárki megveheti, érdemes, keveset futott. Ez akkor nagy sikert aratott. De érdekes, még a kollégák is emlegetik olykor, hogy kinéztem a sportközvetítések közben, és látszólag valami oda nem illőt, nem, hogy is mondjam, adekvát dolgot mondtam. És ez sokszor azért volt, hogy éreztessem a hallgatósággal, hogy ez a meccs bizony alacsony színvonalú, hát éppenséggel van időm bámészkodni, és követtem egy akciót, mondtam, hogy jobbra kiteszi a labdát, sajnos kimegy a partvonalon túlra, hát lehetett volna pontosabb is ez az átadás, ott közben nézem a felüljárót, itt az Üllői-úti felüljárót, na ez se 60-nal ment. És ez úgy tetszett, nem tudom, pedig egy teljesen spontán dolog volt. Ugye rengeteg aranyéremről, magyar sikerről, olimpiáról közvetített labdarúgó mérkőzésekről, de melyik volt önnek a legkedvesebb közvetítés? Azt hiszem a fennyani asztali tenisz világbajnokság, az egy olyan szenzációs győzelem volt, amit csak azok tudnak igazán értékelni, akik a sportágat többé-kevésbé ismerik. A döntő délelőttjén fölmentem a csapat szállására, a szállodában, és Jónyár Pista éppen valamit így reszelgetett, mondta, mit csinálsz? Azt a Takásnak az ütőjét hozom rendbe, aztán jön szembe Gergely törölközővel a vállán, fütyörészve, ilyen nyugodtak vagytok, azt mondja, nyerni fogunk. Ők pontosan tudták azt, hogy szakmailag annyival jobbak az akkori kínai csapatnál, hogy nyerni fognak. Na, ilyen előkészületek után is, mert azt mondja az ember, az ördög nem alszik. Egy meccsnek akkor van vége, ha a bíró lefújta, egy asztali testnek akkor van vége, amikor az utolsó poént is beütötték, úgyhogy volt bennem azért bizonytalanság. A másik pedig Gyulai Zsoltnak az aranyérme a szöuli olimpián. Zsolt mindig is közel állt a szívemhez. Azért, mert egy olyan élsportolói modellt testesített meg, ami számomra roppant imponáló volt. Ő tudatosan megtervezte az életét, tudta, hogy a sportsikerek múlandók, és tudta, hogy tovább kell építkeznie, és ezt mintaszerűen csinálta. És ráadásul emberileg is, hát van, aki zsigerileg nem igazán rokonszemes, van, aki zsigerileg azonnal rokonszemes. Mit jelent most önnek ez a díj? Talán az életem visszaigazolását. Szepesi György, aki meghatározta az életpályámat, és aki olyan sokat számított, mindvégig jó főnököm és atyai barátom volt, még az utolsó időben is kapcsolódtam, hiszen július 25-én van a születésnapom, július 25-én hajnalban halt meg, mintha üzent volna, hogy Pista, ha még lesz születésnapod, gondolj rám is. És gondolok, persze. Később tudtam meg, a halál közvetlen oka tüdőgyulladás volt. Nem tudtam elmenni a temetésére. Kórházi ágyat nyomtam tüdőgyulladással.
mintha megint üzent volna. Azt hittem utoljára. Nem. Ezzel a díjjal, ezzel üzent volna.